Sziasztok, itt vagyunk Csongival, ez lesz a Konstans egyik utolsó videója, és felmérjük az iskolában, hogy a diákok az Újpestet, vagy a Fradit szeretik jobban. Kövessétek! A mai videóban egy régi konstans hagyományt folytatunk. Az általatok adott válaszokat folyamatosan számolni fogjuk, a végeredmény pedig végleg eldönti a kérdést. Újpest vagy Ferencváros? Ha a korábbi hasonló videóink érdekelnek, a sarokban megtalálod őket. Szia! Újpest vagy Ferencváros? Nem nyilatkoznék, mert bármit mondok, meg fog verni az ellenkező szurkolót. Újpest vagy Ferencváros? Hajrá, Fradi! De... Jó, oké. Okay. Ferencváros egyértelmű. Légy, mondjátok meg ezt a Balla János tanár úrnak. Újpest, de jó, röplabda. Jó, igen, röplabda, persze. Újpest vagy Ferencváros? Újpest. Jó, oké. Okay. Sziasztok! Újpest vagy Ferencváros? Ennyi is. Csak a Ferencváros, örökké! Jó, Újpest. Győr. A Fradi. Ferencváros! Te nem válaszolhatsz. Újpest. Na, ott volt egy Újpest. Újpest vagy Ferencváros? Ferencváros. Ferencváros. Diósgyűrön nyerünk. Ferencváros. Ferencváros. Miért válaszolnak olyanok is a Fradira, akiket nem... Ah, tudok egy gyereket, aki Újpestet fog mondani. Ute, mert te is Ute is vagy. Köszönöm. Tessék? Ute vagy Fradi? Nem tudom. De csak válasz egyet. Akkor Fradi. Oké. Okay. Szia. Szia! Igen, Újpest vagy Ferencváros? Én nem focizom közben. De akkor... Ez nem csak foci, akkor mondjuk hoki. Igen. Hát, mi az a hoki? Valaki segítene? Jó, Újpest vagy Ferencváros? Hát a Ferencváros az annyira basic, úgyhogy legyen egy... Melyik volt a másik? Újpest. Újpest. Jó. Most vagyunk ugye a felénél, ment az iskola létszámának. Eddig kb. egál, majdnem ugyanannyian mondták az Újpestet itt most, meg a Ferencvárost is. Hát, nézzétek tovább, várjuk, ha voltak. Jó. Sziasztok! Újpest vagy Fradi? Egy is se. Fradi. Dori? Ute vagy Fradi? Ute. Jó. Ute. Ez valami történelmi? Ez most milyen interjú? Ute vagy Fradi? Nem merek válaszolni. Én sem, amúgy úristen. Fecó, gyertek! Kopány gyere! Ute vagy Fradi? Fradi egyértelműen, mi más lenne? Most mi? Kopány gyere, valamire válaszol! Ute vagy Fradi? Fradi. Fradi. Jó. Ute vagy Fradi, srácok? Fradi! Fradi! Jó, ezt majd vág ki, oké? Ha választania kell, akkor Újpest vagy Ferencváros, melyiket választaná? Hát lakni egyikbe se szívesen. De mondjuk melyiknek szurkolna? Azt tudod, hogy én nem szoktam foci meccsekre járni, de oké, tudom, hogy itt válaszolni kell valamire. Jó, hát hozzám közelebb áll a Fradi. Értjük. Tehát az első ilyen videóban a Remington úr szerepelt. Laudétur. Tanár úr, megkérdezhetjük, hogy maga örül-e annak, hogy visszajöhettünk az iskolába? Viszont örülök, hogy ilyen remek média stúdió működik. Köszönjük szépen. És ezt hol is tudják megnézni? Vagy a néző? Valahol meg tudjátok nézni, szóval az egyik, hogy nézzétek meg, mert nagyon, nagyon informatív. Laudétur, tanár úr, Újpest vagy Fradi? Sajnos nincs rajtam őt, hogy nem tudok nyilatkozni, mert no comment, de persze, hogy Fradi, hát mocskos Újpest. Tudom, hogy... Ferencváros. Abszolútában is, meg mindenhol, fociban. Ute, legyen. Sziasztok! Újpest vagy Ferencváros? Nem tudom. Fradi, csak a Fradi. Jó, Lucának kedvezek. Beszélek még spanyolon pár diákot, hogy az Újpestre szavazzanak, és akkor meg is lesz. Ah!
Sziasztok! Újpest vagy Ferencváros? Újpest egyértelmű. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Ne! Ferencváros egyértelmű. Fogalmam sincsen. Sziasztok, Laudétúr! Ute, Újpest, Újpest vagy Fradi? Fradi. Jó, ezt számoljuk egy Fradinak. Ez egy Fradi, mert ők kicsik. Ott az áron. Sziasztok, bocsi. Újpest vagy Ferencváros? Ute. Jó, köszi. Egyébként Erzsi néni az egyetlen reményem, mint ez le volt előre is fektetve, az ő szavazata az 20-at ér, és hát hogyha ő azt mondja, hogy Újpest, akkor az Újpest nyert. Szerintem mindjárt kijön. Percek kérdése. Most pásztázza a nagy sorokat bent. Tényleg már nem sokára kijön. Jó. Itt van. Egy kérdésem lenne, Erzsi néni. Egyébként nagyon, nagyon tetszik ez a ruhája. Maga melyiket választanál? Az Újpestet, vagy a Fradit? Én az Újpestet. Sem én a Vasast. Na? De hogyha választani kell egyet, akkor Újpest vagy Fradi? Újpest. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videónkat, és köszönjük RS Csongornak azt, hogy létrejöhetett ez a crossover, és hát... Nyomjátok meg a feliratkozás gombot és a lájkot is, és a csengőt is, hogy ne maradjatok a legújabb tartalmakról. Sziasztok! Sziasztok!